Új gólya családdal gazdagodott Sárospatak városa. A fiatal pár a napokban kezdett fészket rakni a kenyérgyár kéményére. A családalapításra a Nagy Állatbarát Sárospatak honlap szerkesztői hívták fel a szakemberek figyelmét. A sárospatak.hu oldalról tájékozódtam a gólya fészekről. A Cicer Katalin telefonált, és megnéztem a honlapon, hogy néz ki a kémény, illetve hogy épül egy új gólya fészek Sárospatakon. Ennek nagyon megörültem, mert az utóbbi években legalább 10 párral csökkent a gólyaállomány itt patakon. Tehát a 25 párból csak 15 pár lakik, ami mondjuk az elmúlt 10 évnek a tendenciáját mutatja. A fiatal gólyák azonban egy használatban lévő kéményre kezdtek fészket rakni. A kenyérgyár nem szerette volna elüldözni a gólyákat, ezért szakember segítségével műfészket helyeztek el. A gólyák, illetve a kenyérgyár segítségére siettünk. Megadtam a műszaki adatokat az állvány készítéséhez, amit a sütőüzem el is készített a tegnapi nap folyamán. Le is festették, és a mai napon próbáljuk felhelyezni a gólyák alá egy műfészek segítségével. A műfészek arra szolgál, hogy a gólyának utána ne kelljen napokat tölteni azzal, hogy a tojásrakáshoz újra fészket építsen, hiszen már minden nap várható, hogy tojás kerül a fészekbe. Tegnapi napon még nem volt tojás a fészekben, most már rajta ül a fészken a gólya. A szakember egyelőre nem tudta megmondani a gólyák életkorát, de valószínűsíti, hogy fiatal példányokról van szó. Csak becsülni lehet, mert gyűrű, az nem tudom, hogy van-e rajta, de ha van is rajta, még ugye nem tudjuk a pontos korát megmondani, de elképzelhető, hogy fiatal madarakról van szó, hiszen ilyenkor már lassan kelnek az öreg pároknak a fiókái, egy héten belül már az első fiókák meg fognak jelenni a fészkekben, de ez természetes dolog, hogy akár 2 hónap különbség is ki tud alakulni a legkorábbi, illetve a legkésőbbi fészek aljaknak a kora között. A sárospataki gólya akció igazán példás. Állatbarátok jelezték a gólyák letelepedését, a szakember azonnal megérkezett, az állvány pedig legyártotta a kenyérgyár saját költségén, és műfészekkel együtt el is helyezte azt, hogy ne csökkenjen tovább a sárospataki gólyaállomány.